A szalagavató ünnepség, illetve a szalagtűzés hagyománya feltehetően az 1830-as évekre nyúlik vissza. Valószínűleg Selmecbányán rendeztek először ilyen jellegű bált, bár akkor még valétálásnak nevezték, melynek üzenete éljetek boldogul a Kolpingszak iskola mottójának is beillett volna. Az útrabocsátás jegyében rendezte meg idén is a tanintézmény a szalagavató ceremóniáját, melyen az iskola pedagógusait, a végzős diákokat, valamint hozzátartozóikat Fodor Tamás intézményvezető köszöntötte elsőként. Egy rossz gyerek levele a tanárokhoz. Kedves tanáraim, lassan 16, 17, 18 vagyok, tele intőkkel és figyelmeztetésekkel, rossz jegyekkel és romló magatartással. Meg kell felelnem a sulinak, meg kell felelnem a koromnak, meg kell felelnem a szüleimnek, és meg kell felelnem a barátaimnak. Tanulnom is kellene 8-tól 2-ig. Azt várják tőlem, hogy figyeljek, hogy jól teljesítsek, de ezt fejleszteni kell az agyam olyan területeit is, amit csak mozgással és játékkal lehet. Anyáik válnak. Anyu és apu igazán nem tudja kezelni a feszültségeiket, az enyémet se, sokat kiabálnak vele, és ettől én még rosszabbul érzem magam, és félek. Amikor te szakítottál, tudtál a munkádra figyelni? Nekem is vannak rossz napjaim, de én meg nem tudom, hogy kezeljem azokat. Neked vannak eszközeid a feszültség levezetésére? Taníts meg, kérlek. Próbálok egész nap figyelni az iskolába több-kevesebb sikerrel. Te egész nap tudsz figyelni rám? Ha rossz kedvem van, nincs kedvem tanulni, és nem is tudok figyelni. Ha rossz kedved van, van kedved dolgozni, és tudsz igazán koncentrálni? Tizen akárhány lettem, és érdekelnek a lányok. Valahogy elvonja a figyelmem a tanulásról ez az izgi dolog. Szerinted ez normális? Azt mondják, igen. Van, hogy csúfolnak, mert kicsit kövér vagyok. Fogalmam sincs, hogy kell lefogyni, és hogy kell szeretni a testem. Te együtt tudsz működni a testeddel? Ha a főnököd megaláz, meg tudod magad védeni? Taníts meg nekem, hogyan kell. A barátaim sokszor hülyeségekbe vonnak bele, és belemegyek, mert a barátokat nem hagyom cserben. Nekem úgy tűnik, egy hajóba nevezünk. Mégis olyan, mintha a tanárok már ellenségei lennének a diákoknak. Más generáció vagyunk, mi már máshogy fogunk felnőni, minket a technika világa vonz. De ettől még nem vagyunk kevesebbek, mint a régi generáció. Az alapértékeink, mint a szeretet, törődés, figyelem, tisztelet, megbecsülés, vidámság, játék, megmaradtak. Taníts meg nekem, hogy kell szeretetet adni. S fogok tudni szeretetet adni. Kérlek, én is hadd mutassam meg, hogy kell szeretetet adni. Taníts meg, hogy kell tisztelni. És én is tisztelni fogok másokat. Kérlek, én is hadd tanítsam meg, hogy kell tisztelni. Taníts meg, hogy kell önmagunkhoz hiteles maradni, hogy ne hazudjak többet. Kérlek, hadd mutassam meg én is intők nélkül, milyen hiteles lenni önmagamhoz. És kérlek, juttass vissza vágyaimhoz, gyerekkori álmaimhoz. Táplál bennem, hogy képes vagyok rá, mert akkor képes leszek rá. És engedd, hogy én is visszajuttassalak gyermekkori álmaidhoz. Fodor Tamás köszöntője után a tanári kar, majd a végzősöket búcsúztató alsóbb évfolyamos diákok léptek a színpadra. Oh,
A szalagok kitűzése büszkeséget és felelősséget jelent. Kifejezi a kolpingos diákok együvé tartozását, hangsúlyozta Fodor Tamás. A szalagavató pedig nem más, mint a találkozás ünnepe. Még nem tudom, mit mondok én, de úgy érzem, örömhírt hoztam én, Kosztolányi Dezsővel együtt, hoztam egy titkot, elhoztam a picin csodát, hogy elhittétek, hogy megéri. Megéri ebben a műhelyben együtt lenni, megéri egymásra figyelni, megéri egymás segíteni, és megéri megmutatni a szüleiteknek, önmagatoknak, hogy nem volt hiába az a sok áldozat, amit értetek hoztak a 15-18-20 évben. Ma egy nagy ősi szertartás részesei lehetünk. Ma a szívetek fölé feltűzzük a szalagot, ami a büszkeséget és felelősséget jelent, de valójában nekem azt jelenti, hogy egy nagy családnak, a Kolpink családnak lehettetek a tagjai. A mi szalagavatónk nem hófehér, habos, fodros változat, mint amiket látok mostanában. A mi szalagtűzésünk az együtt találkozás öröme, a találkozás ünnepe. Talán egyszerűsége, talán örömteli tánclépései, talán a megküzdött sorsok hiteles szavai és képei, talán a kanadai vadludakhoz hasonló közösségek összefogása. Ezek a vadludak ugyanis 70%-kal hosszabb utat is képesek megtenni csapatban, mint egyedül. Talán ezek tehetik egyedivé az ünnepünket. A hagyományokhoz híven a végzősöket most is elbúcsúztatta az iskola tantestülete, valamint a ballagó diákok osztályfőnökei áldást kértek a feltűzendő szalagokra. Mindenható atyánk, hallgass meg fiad könyörgését. Te adtál nekünk értelmet, hogy csodálatos titkaidat kutassuk a teremtett világban, az emberiség nagy tetteiben és benned magadban. Szívet is adtál nekünk, érző szívek, Urunk, hogy tudásunk ne maradjon terméketlen, hanem hogy abban mindig más is örvendezzék. Ide hívtál minket, Urunk, hogy növekedjünk a Te szeretetedben, hazánk és embertársaink javára. Bocsáss meg, ha mulasztottunk, és adj erőt, hogy a megbocsátásból megérezzük jóságodat, amely eddig is kísért utunkon,
és kérünk ezután se hagyjon el bennünket. Most arra kérünk, Urunk, áld meg ezeket a szalagokat, évszám van rajtuk, az időt kapjuk most oltárodról, amely ide költ bennünket. Idő, amelyet köszönünk, idő, amely kötelez bennünket, idő, amelyre ad, hogy mindig vigaszként gondolhassunk. Kérjük, hogy ezt a szalagot büszkén viselhessük, mert tőled kaptuk ezt az időt, mindenható Istenünk, aki Atya, Fiú és Szentlélek vagy, élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Természetesen a végzős tanulók is színpadra álltak. Megjöttem, minden olyan szép itt, remélem, utam véget ért. Itt állok, egy jelt várok, hogy szívem célba ért. Végre látom már a fényt, és az árnyak messze járnak. Végezetül Fodor Tamás egy erőt adó üzenettel köszönt el a már szalagot viselő diákoktól. A pisztrágoktól azt tanultam, sohasem úsznak ők az árral, de mindig szembe, mindig hősként, glédában egy kicsit vadultan, rugalmasan, nagyon frissen, hol zuhatak fájdalma sziszen. Pisztráng lelkű pajtás előre, a forrás álmú hegytetőre.